Fogalmam sincs, hogy ebből mennyit fogtok hallani, mert hogy elég nagy az alapzaj körülöttem, de képzeljétek el, hogy hol vagyok. A Csepel 2 erőműben, az Alpi Kft-nél, és megnézzük, hogy hogyan működik ez az egész monumentális berendezés itt mögöttünk. Itt található egy gázturbina, ilyenből egyébként 2 van itt az üzemnek a területén, illetve van egy gőzturbina is, ott valahol fent nagyon magasan, azt is meg fogjuk ma nézni. Legalábbis amennyit tudunk, bele fogunk pillantani. Na menjünk! Normál esetben egy gázturbina nem az a berendezés, amiben csak úgy egyszerűen betekinthet az ember, de nem mintha egy erőműbe csak úgy általában egyszerűen be lehetne sétálni, viszont most mi be fogunk nézni, hogy mi van odabenn a gázturbinának a belsejében. Jó, hát nem tudom, mire számítottatok, hogy majd ég itt sok száz fokon a földgáz és leégeti a fejemet a forró fuvallat. Épp üzemen kívül volt a berendezés, de ha meg működött volna, még ennyire sem nézhettem volna be, de nyugi-nyugi, fogunk látni égőgázt is, ígérem. Megpróbálom inkább elmagyarázni, hogy hogyan is működik egy ilyen úgynevezett kombinált ciklusú erőmű, meg azt is, hogy hogyan lehet bejutni egy erőműbe földi halandóként, mert be lehet, könnyebben, mint gondolnád. Szóval kezdjük az elején. Ha kívülről ránéztek egy ilyen erőműre, elsőre a két kémény tűnik fel. Bravo! Az előbb látott gázturbinák ezek tövében az alacsonyabb épület két végén találhatók, ezekben égetik a földgázt. A gáz égetéséhez szükséges levegőt ott azokon a kopoltyúkon keresztül szívja be a rendszer. Az égés során keletkező hő hajtja meg a számunkra láthatatlan gázturbinát, ami meghajt egy szintén burkolat alatt pihenő generátort, és kész is az áram. Mehet a hálózatra, és ennyi. Hát ez részben igaz, viszont ha tényleg csak ennyiből állna, az elég pazarló megoldás lenne. Ami nem csak gazdaságilag lenne szívás, de környezetvédelmileg sem mindegy, hogy milyen hatékonyan használjuk az erőforrásokat. A gázturbinából kilépő füstgáz ugyanis több mint 500 fokos. Tökéletesen alkalmas arra, hogy még vizet forraljunk vele, amivel szintén áramat állíthatunk elő. Az a nagy doboz ott a gázturbina, és azon a nagy négyszögletes bordázott csatornán keresztül megy ki a forró füstgáz. És itt jön a másik vége annak a csőnek, és jön át ide a hőhasznosító kazánba, ahol akár hiszitek, akár nem, a hőt hasznosítják. Itt fölöttem az aluburkolat alatt van egy nagyon bonyolult csővezetékrendszer, amiben a gőzt állítják elő, ez megy aztán a gőzturbinára. Tehát mutatom kívülről is, a hőhasznosító kazánokból a gőzt a gőzturbinára vezetik, ami szintén meghajt egy generátort, ami szintén áramot termel. Jó, ezt most állították le nemrég, úgyhogy nem termel, viszont a melegtengelyt még egy ideig forgatni kell alacsony fordulatszámon, hogy elkerüljék a vetemedést, meg egyébként is jobban mutatnak a mozgó dolgok a vágóképeken, nem igaz? Azzal, hogy a gázturbinákról származó füstgáz hőjével még egy gőzturbinát is áramtermelésre fognak, jelentősen nő az erőmű hatásfoka. Itt Csepelen viszont nem csak elektromos áramot állítanak elő, hanem a távhő számára is biztosítják, hát a megfelelő meleget. Úgyhogy ezekre a csővezetékekre jön valahonnan az erőmű területéről a gőz, és ez lesz az aztán, ami a csepeli, illetve a pesterzsébeti lakásokat fogja fűteni, illetve a melegvizet adja ezekbe a háztartásokba. És azért mondtam, hogy valahonnan az erőműből, mert mindig vizsgálják, hogy honnan lehet a lehető leggazdaságosabban gőzt előállítani, illetve erre a rendszerre rávezetni, mert hogy azért az energia pénzbe kerül, úgyhogy erre is oda kell figyelni. Persze melegvízre akkor is szükség van, hogyha a gázturbinák nem mennek a mögöttem lévő épületben, ilyenkor a távhőhöz szükséges melegvizet az itt ezekben a gázkazánokban állítják elő. Hát lényegében olyanok, mint az otthoni kazánok, csak sokkal, de sokkal, de sokkal nagyobbak, és sokkal, de sokkal, de sokkal hangosabbak. Mondtam én, hogy lesz égőgáz. Igen, csak ennyi. De ha tovább szeretnétek bámulni, gyertek el és nézzétek meg magatok.
Október 11-én ugyanis országszerte több mint 40 erőműbe és távhőt biztosító fűtőműbe lehet belúgni teljesen hivatalos keretek között. Akkor lesz ugyanis az erőművek éjszakája, ahol ingyenes vezetett erőművi túrákon vehettek részt. Az eseményről bővebb infót a www.erőművekészakája.hu oldalon, illetve az Erőművek Éjszakája Facebook oldalán láthattok. A link a videó alatt lesz. Ha megnyílik a regisztráció, arról szólni fogok a szokásos csatornákon. Tudjátok, Instagram, Facebook, Twitter. Kövessetek be, hogy le ne maradjatok. A következő rész tartalmából. Bár a legújabb és egyben a legkisebb magyar műholdról, az 5x5x5 centi Smogról már most is hallhatjátok a podcast adást, a hétfő reggeli videóban szemtanúi lehettek annak is, hogy milyen volt az utolsó földi tesztelése. Addig is jó hétvégét! Sziasztok!